A tanácskozás első előadásában a Magyarországi Országos Fordító és Fordítás Hitelesítő Iroda ZRT vezérigazgatója bemutatta, hogyan birkóznak meg az évi több ezer megbízatással, illetve milyen területeken dolgoznak jelenleg. A jogi terminológiai építésben mi a négy fő világnyelven építünk most jogi szakterminológiát, angol, német, francia, orosz, és hogy lehet, hogy indokolt lenne a magyar közigazgatás nyelvébe a magyar-magyar nyelvirányt is szakterminológiai építésbe is külön feltüntetni, mert én ugyan jogász vagyok, nem nyelvész, de most a mai konferencián láttam, hogy ennek milyen jelentősége van, hogy magyar-magyar nyelvterületeken a közigazgatási intézmények nevei vagy a működése is eltérő, hiszen itt más az anyaállam, aminek a közigazgatásába a magyar nyelvű fordítási terminológiák például megjelennek. A Magyar Nemzeti Tanács célja, hogy a hivatalos fordításokat is gyorsabbá, hatékonyabbá tegye. Ezért is tartották fontosnak ezt a konferenciát, mondta Lulic Emil hivatalvezető. Fordítók, nyelvészek, jogászok is, akik kíváncsiak erre. Főleg nagyon szép számban jelentkeztek az önkormányzatok fordítószolgálatainak képviselői, és nem csak fordítószolgálatok, hanem anyakönyvi hivataloknak, közigazgatási hivataloknak is a munkatársai, vezetői, hivatalnokai, akik majd reméljük, hogy az itten szerzett tapasztalatokat, gyakorlati tudást alkalmazni fogják a mindennapi munkájuk során. A konferencián ünnepélyesen kiosztották a WordFest Pro fordítás támogató programcsomagot 7 önkormányzat. Zenta, Ada, Magyar Kanizsa, Óbecse, Szabadka, Topolya és Kishegyes fordító szolgálatának képviselőinek.